Május 3-án, azaz pénteken délelőtt tartott a Balagás ünnepségét a Hámori András Technikum és Szakképző Iskola, ahol a végzős diákok köszöntésére, búcsúztatására került sor. Az ünnepségről készített felvételt az iskolától kaptuk. Fel, hogy megmarad.
Kedves diákok, kedves vendégeink! Szeretettel köszöntöm az ünnepelteket és az ünneplő közönséget a Karcagi Szakképzési Centrum Hámori András Technikum és Szakképzőiskola ballagási ünnepségén. Külön tisztelettel köszöntöm a Karcagi Szakképzési Centrum képviseletében Moldován György főigazgató helyettes urat. Kérem, az ünnepség idejére halkítsák le majd mobiltelefonjaikat. És most kérem, hallgassuk meg a himnuszt.
testvéreink, kedves diákok! Felkérem Csabai Mária igazgatóasszonyt, mondja el ünnepi köszöntőjét. Szeretettel köszöntök én is minden kedves megjelentet a Karcagi Szakképzési Centrum Hámori András Technikum és Szakképzőiskola ballagási ünnepségén. A holnapoknak minden kulcsa két kezedben van. Tisztelt ballagó diákok, kedves szülők, kollégák, tisztelt vendégeink! Engedjék meg, hogy Adam és Anna sokat mondó szavaival köszöntsem a most búcsúzó 11. és 13. évfolyamos diákjainkat. Ezen a napon életetek talán egyik legszebb, legérdekesebb, és minden bizonnyal legizgalmasabb időszaka zárul le. A Hámoriban töltött évek alatt számos inspiráló élményben volt részetek. Tapasztalat, tudás, barátságok, napi örömök. A mai nappal azonban nem csak nektek, hanem veletek együtt nekünk is lezárul életünk egy szakasza. Ezért ilyenkor úgy gondolom úgy szokás, hogy együtt ünnepeljünk, és számot vetünk az eddigiekről. Örülünk és meghatódunk. Ezt is megértük. Kedves szülők, kedves kollégák! Az, hogy ezek a ballagó fiatalok most itt állhatnak, nem csak az ő érdemük, kellett hozzá a gondoskodó szeretet, biztatás, odaadás, áldozatkészség. Köszönet ezért! Kedves szülők, bizalmat és elismerést jelentett számunkra, hogy ránk bízták gyermekeiket, és intézményünket választották. 2-3 évvel ezelőtt azt vállaltuk, hogy felkészítjük őket a felnőtt életbe történő elindulásra, annak szépségeire és nehézségeire egyaránt. Köszönöm ezt a bizalmat az oktatói testület és az iskola valamennyi dolgozója nevében. Kedves ballagó diákjaink! Megtisztelő volt számunkra, hogy életeteknek ezen meghatározó éveiben mellettetek lehettünk, és kísérhettünk titeket, tapasztalatainkat és tudásunkat átadhattuk nektek. Bízom benne, hogy azok az értékek, amelyek mentén igyekeztünk nevelni titeket, számotokra is fontossá váltak. Talán segítséget nyújtanak a későbbiekben is, a nagybetűs életben. A számvetés során felmerül a kérdés bennünk oktatókban, vajon jól használtuk fel a rendelkezésünkre álló időt? Mindennel felvéteztünk titeket, amire a felnőtt életben szükségetek lehet? Bízom benne, hogy a válasz igen. Úgy hisszük, hogy egy védett helyről indultok el a felnőtté válás útján. Felnőttnek lenni jó, mert önállósággal jár, függetlenséget ad, ám egyben felelősséget is jelent. Nehéz, mert bár nagy a szabadság, de elbizonytalaníthat titeket. Kellenek kapaszkodók a jó irány megtalálásához. Az élet jellemzői állandóság és változás, megőrzés és megújulás. Ha bármelyik hiányzik ezek közül, akkor a bennetek rejlő tehetség rejtve maradhat, hiszen az állandóság adja a biztonságot, a változás a megoldások keresésére és a kihívások elfogadására ösztönöz. Engedjétek meg, hogy megköszönjem a Hámori Oktatói Testületének és az iskola valamennyi dolgozójának odaadó és segítőkész munkáját. Külön köszönetem szeretném kifejezni az osztályfőnökeiteknek, akik a ti érdekeiteket szem előtt tartva erőt, energiát nem kímélve töltötték be néha bizony kihívásokkal teli szerepüket. Az oktatói testület nevében pedig köszönöm nektek a számtalan élményt, szakmai kihívást és lehetőséget. Most elérkeztetek az intézményünkben folytatott tanulmányaitok végéhez. A vég valamiféle új kezdet ösvénye, hogy Szent Benedek szavaival éljek. Lépjetek hát erre az ösvényre. Kívánom, hogy jó eredménnyel adjatok számot tudásotokról a szakmai, illetve érettségi vizsgán. Szívünkben itt maradtok a vizsgák után is. Itt marad az iskolában mindaz, amit alkottatok. A tárgyak, amivel gazdagítottátok intézményünket, de mindenek előtt az, hogy a mindennapi életetekkel alakítottatok minket is. Ha szükségetek lenne egy-egy jó tanácsra, segítségre, jó szóra,
vagy meg akarjátok osztani velünk sikereiteket, örömeiteket, bővíteni tudásotokat, a Hámori mindig visszavár titeket. Bertolt Brecht szavaival szeretnék zárni. Egyszer mindent elér az ember, azt is, mi most még messze cél. Csak küzdj és áldozz, ne csüggedj el, s győzelmed lesz a hősi babér. Köszönöm. Kedves diákok és vendégek, most elismerések átadására kerül a sor. Megkérem Csabai Mária igazgatóasszonyt a jutalmak átadására. Balogh Edina Anita, 11. A osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményeért. Gacsal Teodóra, 11. A osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményéért. Molnár Bettina, 11. A osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményéért. Cinege Gyula Árpád, 11. B osztályos tanulónak, példamutató magatartásáért, jó szorgalmáért, szakma kiváló tanulója versenyen való részvételéért. Mészáros Márk, 11. B osztályos tanulónak, szakma kiváló tanulója versenyen elért eredményéért. Nagy Péter József, 11. B osztályos tanulónak a gyakorlati oktatáson nyújtott kimagasló teljesítményéért, valamint jó szorgalmáért. Póka Adrián, 11. B osztályos tanulónak a gyakorlati oktatáson nyújtott kimagasló teljesítményéért. Raduska Péter, 11. B osztályos tanulónak példamutató magatartásáért, kimagasló szorgalmáért, tanulmányi versenyeken elért eredményeiért, szakma kiváló tanulója versenyen való részvételéért. Szabad Bence Márk, 11. B osztályos tanulónak jó szorgalmáért, szakma kiváló tanulója versenyen elért eredményért. Varga Dávid, 11. B osztályos tanulónak példamutató magatartásáért, jó szorgalmáért, gyakorlati oktatáson nyújtott kimagasló teljesítményéért. Járdán János, 13. A osztályos tanulónak jó tanulmányi eredményéért. Iskolánk alsóbb évfolyamai nevében Szabó Máté Csaba, 11. D osztályos tanuló köszön el felsőbb évfolyamos diáktársaitól. Ródi János, légy hű magadhoz.
Ne kérdezd, merre visz az út. A válasz biztonságot úgysem nyújt. Nem tudja senki, hogy hová érkezel, magadtól indulj el egyszer. Ne kérdezd, honnan fúj a szél. Figyeld meg jól, miről beszél. S ha érted már az összegyűjtött hangokat, találd meg köztük önmagad. Ne kérdezd, hol kell fel a nap. Gondold, hogy ott, ahol te vagy. És hogyha úgy érzed, hogy elborult az ég, a szíved őrizze a fényt. Ne kérdezd, hány napod van még. Nyugodj meg, lesz még épp elég. De addig is, még egyszer minden véget ér, magadhoz hűséges legyél. A ballagó diákok nevében Rácz Adrián 13. A-osztályos tanuló köszön el iskolájától, tanáraitól, az iskola dolgozóitól és diáktársaitól. Kedves szülők, tanárok, diáktársak! Nagyon megtisztelő feladatot kaptam, hogy itt az iskolai ballagási ünnepsége szólaljak fel, és megosztassam veletek gondolataimat, érzéseimet. Először is szeretnék mindenkinek gratulálni, hogy eljutottunk idáig, hogy itt lehetünk ezen a fontos és mérföldkőnek számító eseményen. Az elmúlt években rengeteg kihívással találkoztunk, legyen ez a tanulás nehézsége, vagy a magánéletben mögött próbatételek. Azonban mindannyiunknak sikerült felülemelkedni ezeken a nehézségeken, és most büszkén állunk itt, ahol mindig is szerettünk volna lenni, végzős diákként. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek nekünk ezen az úton. A családunknak, akik mindig biztattak, bátorítottak és hittek bennünk, mikor már mi magunk is elbizonytalanodtunk. Mindig ott álltatok mögöttünk, hogy segítsetek és bátorítást adjatok nekünk. A tanárainknak, akik nem csak a tudást adták át nekünk, hanem inspiráló példaképekké is váltak. A barátainknak, akik mindig mellettünk álltak, és bármikor számíthatunk rájuk. Egy új fejezet kezdődik az életünkben. Ne feledjük azonban azokat az értékeket, amiket itt tanultunk. A kitartást, a céltudatosságot és a tiszteletet egymás iránt. Kívánom mindenkinek, hogy az elkövetkezendő években ismerjetek meg csodálatos embereket, éljetek át emlékezetes pillanatokat, és valósítsátok meg álmaitokat. Végezetül Arany János szavaival búcsúzom tőletek. Útjaink száz felé válnak, de szívünk egy célért dobog. Nekivágunk a küzdelmes mának, és épít karunk egy szebb holnapot. Köszönöm a figyelmet! Tisztelt meghívottak, kedves diákok! Hagyomány, hogy a végzős diákok az iskola zászlójától ünnepélyesen elköszönnek. Átadják azt 11-es társaiknak, és búcsúzóul felkötik rá az osztály névsorával teleírt szalagot. Most az iskola zászlójának átadására kerül sor. A zászlót átadják Nagy Péter József, Rácz Adrián és Balog Edina. Képviselőjében a zászlót átveszik Kun Aletta, Budai Barbara és Szűk Zsolt. Felkötő diákokat, hogy minden osztályból fáradjanak ki az ünnepi asztal elé.
Gacsal Teodóra, Fekete Bence, Szabad Bence Márk, Raduska Péter, Rácz Adrián és Sári Gergő. A 11. A osztály nevében a szalagot felköti Gacsal Teodóra és Fekete Bence. A 11. B-osztályból a szalagot felköti Szabad Bence Márk és Raduska Péter. A 13. A osztályból a szalagot felköti Rácz Adrián és Sári Gergő. Ballagó diákok egy-egy szál virággal köszönnek el iskolánk valamennyi dolgozójától, megköszönve ezzel eddigi fáradozásukat és munkájukat. A lelkem fájt, hogy álmom volt túl nehéz, vagy vihar várt, és árnyék gyűlt köré. Te jöttél, s a súlyból csak egy szárny lett. Ez a győzelem így nem csupán enyém. Mit ér egy hang, mond hangszer nélkül áll.